Jó napot kívánok az Oltalom Rádió minden kedves hallgatójának, a Másképp Gondolkodók rádióját hallgatók széles táborának. Szeretettel köszöntöm Önöket július utolsó napján, a bolondos nyarunk egyik ilyen gyönyörűséges napján, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm két vendégünket, ami ritkaság, két tőzsgyökeres kisgazdát, Balogh Károlyt, aki a Kisgazdapárt elnöke, és az idősebb, régebbi tagot, Atyánszky Györgyöt, szervusztok. Én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. No, különleges oka van, hogy ma ketten ültök itt a stúdióba, de először a koridős rangján Atyánszky Györgyhöz, Gyurihoz tenném fel az első kérdést. Gyuri, te vagy az első, aki válaszra kötelezett vagy. 33 éve benne vagy a politikában, rendszerváltás óta. Így igaz. Mi valósult meg 33 év alatt abból, amit szerettél volna? Elégedett vagy csalódott, félig elégedett, félig csalódott? A Kisgazdapárt programjából mi valósult meg? Hogy néz ki ma a vidék Magyarországa? Köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. 33 éve benne vagyok a politikában, és csak a csalódásról tudok beszélni. Soha nem gondoltam, hogy ilyen mélyre süllyedhet ez az ország, aki ennyi tehetséges emberrel és ilyen lehetőségekkel van megáldva. Talán valamit el tudtunk érni, de lassan az is elkopik. Mi nem így akartuk, nem ezt szerettük volna. A rendszerváltás hajnalán azt gondoltam, hogy egy sokkal szebb, egy élthetőbb országot tudunk felépíteni, és ebbe én hittem. Mai napig is hiszek benne, épp ezért vagyok itt, és épp ezért próbálok mindent elkövetni ennek érdekébe. A Kisgazdapárt az többször bebizonyította, hogy csodákra képes, hiszen a háború után romjaiból már egyszer felépítette az országot, majd később 90-től mindig részt vettünk a parlamentbe, majd 98-ban egy közös kormánnyal, a Fidesszel megpróbáltuk a mi programunkat megvalósítani. Az elején ez ment is, talán egy kicsit, de később rá kellett arra jönni, hogy ez a csapat nem az a csapat, amit mi vártunk, és egy-két év után rájöttünk, hogy becsapnak bennünket, rájöttünk, hogy félre akarnak állítani bennünket, hiszen mi ennek a szabad rablásnak az elképzelését nem tudtuk támogatni. Nem sikerült megvalósítani semmit. Ma már egyre rosszabb a helyzet vidéken, járom a falukat, beszélek az emberekkel, katasztrofális a helyzet, de nem adjuk föl. Épp ezért újult és megújult erővel próbálunk újra szervezni a Kisgazdapártot. Talán valahol látjuk a fényt, de ez még nem az igazi. De ígérhetem, ha az emberek velünk összefognak, mert már nehezen hisznek az emberek, tehát egyszerűen a politikának már egyáltalán nem hisznek. Ha sikerül bebizonyítani azt, hogy ez a mostani kormány félrevezeti őket, becsapja őket, és filléreké szeretné megvásárolni őket, ha sikerül az embereket átlendíteni azon a valóságon, amit valóban velük művelnek, akkor én úgy gondolom, hogy a következő kormánynak egy erős vidékkel, hátunk mögött egy igazi kormány rendszerváltást tudunk végrehajtani. Ebbe bízok, ezért is csinálom. No, a következő kérdés az Balogh Károlyt illeti, vagy hozzászól, de te addig gondolkozz azon, ami a te következő kérdésed lesz. Ha mondjuk úgy hozna a sors, hogy a köztársasági elnök arra ébred egy reggel, hogy a választások eredményeképpen kormányzati munkával bízza meg a Kisgazdapártot, akkor mik lesznek a legfontosabb lépések, az első lépések? Ezen gondolkoz. Károly, én itt tanúja vagyok nap mint nap, hogy milyen élet-halál harcot vív a Kisgazdapárt, hogy próbálják bírósági, igazságszolgáltatási eszközökkel ellehetetleníteni, kitakarítani a magyar politikai közéletből. Hát heroikus küzdelem, amit folytattok. Tegnap volt egy komoly összejövetele a Kisgazdapártnak, nagy választmányi ülés volt, hogyha erről néhány mondattal megajándékoznál minket, és elmondanád, hogy mi történt ott. Bort, búzát, békességet.
Azért voltunk kénytelenek ismét nagy választmányt tartani, mert az elmúlt kettő nagy választmányunkat a bíróság valószínűleg kormányzati akaratból elkaszálta, és be se fogadták a kérelmeinket, és kialakult egy olyan ex-lex állapot, hogy van egy felszámolás alatt álló párt, ami önmagában magát a felszámolást is támadjuk egyébként, de mivel a bíróság megtagadta a legitimitásunkat, ezért nincs mód beleszólnunk a felszámolási eljárásba, magába az eljárásokba, pártszerűen nem tudunk beleszólni. Magánemberként én bele tudok, mert én egyébként hitelező is vagyok ebben az eljárásban, pontosan azért, hogy ne tudják megakadályozni a mi reflexióinkat. Sikerült elérni, hogy a fővárosi törvényszék végzésben megadta azokat azt a formát, amiben nekünk meg kell tartani egy nagy választmányt. Konkrétan leírták, hogy a kérelmünket hogy adjuk be. Gyakorlatilag én hálás vagyok a törvényszéknek, gyakorlatilag leírták azt a formát, amit ha mi betartunk, akkor nincs az a politikai akarat, amelyik a bejegyzést meg tudja akadályozni. Pontosan ezért kénytelenek voltunk megtartani ezt a nagy választmányt. A legnagyobb örömöm az volt, hogy olyan emberek jöttek el vidékről, akik egyébként egyáltalán nem engedhetnék meg maguknak azt, hogy felutazzanak Budapestre, de fontosnak tartották, és nem azért, mert esetleg pozíciókat szeretnének maguknak keresni, hanem többen elmondták, hogy nagyon nagy a baj, és kiutat keresnek, valami reményt keresnek, és nekünk az volt a dolgunk, hogy reményt nyújtsunk ezeknek az embereknek. Több dologról is rendelkezett ez a nagy választmány. Többek között volt egy tisztújítás, ahol megújítottuk azokat a tisztségeket, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felszámolási eljárásban pozitívan... Elnökség, kiket választottatok? Így van, tehát most gyakorlatilag csak elnökséget választottunk azzal a kitétellel, hogy gazdasági ügyekben nem foglalhatunk állást, hiszen a felszámolás eljárás alatt a felszámoló van abban a helyzetben, hogy gazdasági ügyekben döntsön. A legfontosabb döntés ennek a nagy választmánynak, amit én a legfontosabbnak tartok, az az, hogy az elmúlt 20 évben számtalanszor előfordult az, hogy a bíróság önkényesen megállapította egyes emberekről, hogy ki a kisgazda és ki nem. Számtalan olyan eljárásban vettünk részt, ahol előkerültek általunk ismeretlen emberek, akik egyébként vagy a Fidesz-KDNP-hez, vagy annak a kisgyermekéhez, a Mi Hazánk mozgalomhoz tartoznak, és bemondás alapján a bíróság elismerte az ő kisgazda tagságukat, és így lefolytattak ellenünk olyan eljárásokat, ami egyébként sem tartalmilag, sem formailag, semmiféle ma hatályos jogszabálynak sem felel meg. De pontosan ezért úgy döntött a nagy választmány, hogy mindenkinek felfüggesztjük a tagsági jogait addig, amíg nem tudja hitelt érdemlően igazolni az ő tagságát. És ezt hogy kell? Két másik tagnak a aláírásával? Vagy milyennek a menete? A menete az, hogy gyártottunk egy úgynevezett belépési nyilatkozatot,
amit ki kell töltenie, és a régió vezető, illetve az elnök aláírásával gyakorlatilag legitimizálódik a pártagság, illetve van még egy nagyon fontos rész, ami a pártalkotmányunkban benne van, de érdekes módon soha egyik bíróság sem fogadta el évként, hogy tagsági díj fizetéshez van kötve a tagsági joggyakorlás. Tehát hangsúlyozom még egyszer, tehát mi nem kizártuk ezeket az embereket, hanem felfüggesztettük hát a tagsági joggyakorlást. Hát ők magukat zárták ki azzal, hogy nem fizettek tagdíjat. Egyébként ez majdnem minden pártnál így van. Hát majdnem minden pártnál így van, ez igaz, de érdekes módon az igazságszolgáltatásnak csúfolt rendszer, az maximálisan visszajelezze. De jól tudom-e én, hogy tulajdonképpen aki ellen a felszámolás zajlik, azok valójában nem ti lennétek, hanem egy másik ugyanilyen névre hallgató párt, amit 1992-ben Torgyán József jegyzett be. Más a jegyzési szám, a névben is két karakter eltérés van, de ezt a bíróság mintha nem lenne hajlandó figyelembe venni. Hát nézd, a mi álláspontunk az erről a dologról, hogy ez nem hiba volt, hanem ez egy köztörvényes bűncselekmény. Közokirattal való visszaélés az, amit a bíróság 92. augusztus 17-e óta folyamatában elkövet, illetve közokirat hamisítás, hiszen azóta eljutottunk odáig, hogy a fővárosi törvényszék által törvénytelenül létrehozott klónpártnak az összes adatát megpróbálják hozzá hamisítani az 1930-ban alapított párt adataihoz. Az én nagyon-nagyon szerény jogi álláspontom ebben az ügyben, hogy 92. augusztus 17-ében törvénytelenül létrehozott párt, aminek nincs bejegyző határozata, az gyakorlatilag nem létezik, és az a párt, amit 92. augusztus 19-én töröltek, mivel nincs törlő határozata, és nincs kérelem a törlésre, az a törlés az semmis. Tehát ez nekem 20 éve vesző paripám, és nem is igazán értem. Tehát valódi jogállamban egy ilyen helyzet soha nem állhatott volna elő. De azt tudomásul kell venni egyébként, hogy ugyanúgy, mint ahogy magánembert is megillet az a jog, hogy önmagát bűncselekménnyel nem kell vádolnia. Önmaga ellen tanúskodnia. Így önmaga ellen tanúskodnia sem kell, de vádolnia sem kell, tehát nincs ilyen kényszer, ezért én elfogadom, hogy mire a fővárosi törvényszék követte el ezeket a köztörvényes bűncselekményeket, őtőle sem várható el az, hogy ő belássa, hogy ezek bűncselekmények. De ha egy történelmi párttal a magyar igazságszolgáltatás ezt tudja tenni, akkor mire számíthat egy állampolgár? Hát nézd, ezzel gyakorlatilag napi szinten találkozunk az összes bírósági fórumokon, hiszen számtalan olyan emberrel találkozom a 20 év alatt, amióta életvitelszerűen mondhatom, hogy ezzel foglalkozom, akik járják a kanosszájukat, ráment ingük, gatyájuk, és gyakorlatilag ugyanúgy megmagyarázhatatlan az, ami történik vele. De nem beszélek a devizahitelesekről és az összes többi olyan károsultról. Baumok például. Például, hát ez nagyon jó példa. Már csak azért is, mert Baumok ügyben most Strasbourgban sorban születnek a magyar államot kártérítésre kötelező ítéletek. Pontosan a bíróság jogellenes eljárása miatt. Tehát ebben az országban, ahol nem egy igazságszolgáltatás, de még jogszolgáltatás sincs, nem is lehet egyébként, hiszen az eredeti szándék az volt, hogy a hatalmi ágak el legyenek egymástól választva. Pontosan azért, hogy valóban függetlenül és mindig a hatályos törvények szerint tudjanak eljárni. Ez a hatalmi ágak elválasztása szűnt meg gyakorlatilag
most már leplezetlenül az elmúlt 13 évben, és most egyértelműen azt tapasztaljuk a bíróságokon is, hogy egy ember akarata érvényesül a teljes bírósági rendszerben, aki ugyan jogász, de nem bíró. Hát azért nem csak a 13 évben történtek ilyen dolgok, mert történetesen a Baumagügy az jóval régebbi, az még a szocialista kormányok idején történt, ahol a PSAF, ami még akkor létezett, jelezte, hogy ez a szövetkezet olyan pénzügyi tevékenységet folytat, amilyen semmiféle engedélye nincs, és a kormány nem lépett közbe. Tehát az akkori kormány is bűnös volt, hagyták, aminek aztán egy óriási tragédia lett a vége. Tehát ezzel csak azt akarom jelezni, hogy itt a bűnök nem 13 évvel ezelőtt kezdődtek, csak roppant műt fölerősödtek. Tehát amit el se tudtunk képzelni, hogy ezt még lehet fokozni, hát ezek most a felegekbe járnak. Bocsáss meg, de én nem véletlenül állítom azt most már 20 éve, hogy az MSZMP valódi jogutódja az a Fidesz. Hiszen ugyanazokat a sémákat használják, ugyanazokat az embereket is használják, és hogyha megnézzük például a mostani alkotmánybíróságot, vagy megnézzük a parlamenti képviselőket, akik vagy személyükben, vagy a felmenőikben bizonyítottan érintettek valamelyik hármas ügyosztály életében, vagy tagságában, innentől kezdve nem csodálkozhatunk azon, hogy ez ilyen szintre lett véve. Hála jó Istennek egyébként. Én úgy gondolom, és minden porcikámban érzem, hogy ez a rendszer eljutott a határáig, és hogyha most, amikor összefogomlani ez a rendszer, akkor nem kormányváltás lesz, hanem rendszerváltás. Tehát valóban megnyílik a lehetőség arra, hogy azt a rendszerváltást, amit elloptak tőlünk 89-90-ben, azt most valóban végre tudjuk hajtani, és a Független Kisgazdafőmunkás Polgári Párt eltökélt abban, hogy ebben a rendszerváltásban szerepet játszon, és hathatósan elérje azokat az érdekeinknek legjobban megfelelő változásokat, ami a pártunk, a pártunk tagsága és a pártunk szimpatizánsainak jár. Annyit szeretnék mindenféleképpen elmondani, hogy mennyi szimpatizánsunk van, azt gyakorlatilag, és ezt köszönjük a Fidesznek, ők folyamatosan mérik. Most ők, az ő állításuk szerint, mármint a századvég mérései szerint, a Fidesz szavazói között 500 ezer olyan kisgazda szimpatizáns található, akik abban az esetben, hogyha a kisgazdapárt valóban legitimen tudna működni, akkor a századvég állítása szerint elbizonytalanodhatna. Többek között ez az oka annak, hogy ennyire ki akarják nyírni a kisgazdapárt. Ez egy óriási veszély rájuk nézve. Így van, és van még egy óriási bázis, egy 300 ezeres bázis, ami a Jobbik mögé állt be, és most, amikor elkezdődött a Jobbik kisgazdásodossal, tehát gyakorlatilag ugyanazokat a folyamatokat látom itt a Jobbik ellehetetlenítésébe is, mint amit annak idején a kisgazdapártba csináltak, hiszen a sémák ugyanazok. Felszalámizni, beültetni olyan embereket, akik... Na, de hát az MDF-el is ezt csináltak. Hát ezt nem akartam mondani. Tehát én úgy gondolom egyébként, hogy azok a valóban polgári és valóban keresztény pártok, akik a rendszerváltás után megjelentek a politikában, ezeket a pártokat szisztematikusan és módszeresen kivégezték, kivégzik és eltakarítják. Ilyen a KDNP, az MDF, a MIÉP, a Jobbik, a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt. Ezeknek a pártoknak a szavazó bázisa jelenti ma a Fidesz állandó bázisát, hiszen azt tudni kell, hogy egy
vidéki kisgazda érzelmi ember kommunistákra nem szavaz. És mivel a Fidesz-KDNP zseniálisan eljátsza, hogy ők nem kommunisták, hiszen ők kommunistáznak a legjobban, innent, és ráadásul az összes média az ő kezükben van, ezzel elérik azt, hogyha valaki állampolgári kötelezettségének érzi azt, hogy szavazzon, akkor nincs más lehetősége, csak az, hogy a Fidesz-KDNP-re szavazzon. No, Gyurikám, Atyánszky György, akkor mi így lettünk büdös kommunisták, ugye az elmúlt 13 évben, de mielőtt az előfeltett kérdésemre válaszolnál, elnök úr azt állította, hogy azért itt a dolgok alakulásában a kommunista idők alatti titkosszolgálatnak nagyon nagy szerepe volt, és én azt vettem ki a szavaiból, hogy van is. Meg tudod ezt erősíteni, hiszen számos olyan parlamenti bizottság tagja voltál, állandó bizottság, ideiglenes bizottság, ami ezt próbálta helyretenni és tisztázni, hogy mi a francia nem sikerült? Én azt gondolom, mert a titkosszolgálat önlábon jár. Tehát ő saját maga, aki a saját játékait játsza, és tulajdonképpen azok a hírszerzők, akik rólunk, mi rólunk állandóan gyűjtögettek, azt felhasználták ellenünk. És beépültek a pártokba. Hát én 19 olyan képviselőt tudok jelen pillanatban, a nevük itt van az agyamban, akik úgy kerültek be a kisgazda pártba is, hogy soha semmiféle sem érzelmi, semmilyen vonalon nem tartoztak hozzá. De úgy láttam, és ezt tapasztalom, hogy a többi párt is így járt. Tehát tulajdonképpen, és Orbán Viktorék ezt igyekeznek föl, vagy kihasználni, nem véletlenül, hogy egy kézbe adták a titkosszolgálatot, mert az információ az nagyon nagy úr, és ezeknek vagyunk tulajdonképpen az áldozatai. Én azt gondolom, ezt helyre kell rakni, nem kell ide 5-6 titkosszolgálat ebben az országban, mert elfogadom, hogy szükség van az információkra, csak az a baj, amikor rossz irányba használják ezt fel. Hát nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a 89-ben, vagy 88-ban volt az az MSZMP-nek az utolsó nagy kongresszusa. Három kötetbe foglalták össze az ott elhangzottakat. Ott az egyik fontos intézkedés az volt, hogy az MSZMP tagoknak be kell épülniük az újonnan alakuló pártokba, akik akkor alapulnak. Igen. És hát szépen be is léptek. Egyébként, hogy milyen érdekes, amit mind a ketten mondtatok, hogy a Fidesz tulajdonképpen a legkommunistább párt és az MSZMP, hát ugyanúgy szidjuk a nyugatot, mint ahogy szitta a Kádár rendszer. Igen. Ugyanúgy éltetjük a keletet, az oroszokat, a kínaiakat, ahogy a Kádár rendszer, a nagy testvéreket, a nagy barátokat. Hát az embernek megáll az esze, mintha visszamentünk volna az időbe legalább 30-40 évet, én ugyanúgy érzem magam, a fiatalságomat hozzák vissza, hogy a kapitalizmus a csőd szélén áll, Németország már nem létezik, Ausztria összeomlott, én most jöttem haza Németországba, köszönik szépen, bár a töredéke olyan jó lennénk, ahogy ők vannak. De Atyánszky György, akkor vissza azokhoz a kérdésekhez, hogy ha kormányra kerülne ez a drága kisgazdapárt, akkor miket tenne? Tehát mi lenne a legfontosabb? Melyik az a népréteg, akinek a sorsán elsősorban segíteni kéne? Igen. Nem szeretnék abba a hibába esni, mint a többi párt, aki össze-vissza ígérget, és semmit nem tud teljesíteni, de választáshoz, vagy a választási siker, ez az elegendő. Először is meg kell nézni egy újonnan alakult kormánynak, remélem, hogy mi ennek tagjai leszünk, hogy hogy áll a kassa, ki kell húzni a fiókokat, megnézni egyáltalán, hogy mi van. Mert jelen pillanatban csak a hazugságot tudjuk, azon kívül semmi más. A következő, az Európai Uniónak vagyunk tagjai, és mi azok is szeretnénk maradni, és jelen pillanatban ugye 37 ország tagja az Európai Uniónak, ebből 35 és fél, ami ki már nem áll velünk szóba, mert sikerült úgy lejáratni ezt az országot, nem az embereket, ezt az országot és a vezetést magát, hogy nem számíthatunk rajta,
több információ van arról, hogyha megemlítik a Orbán Viktor nevét, akkor röhögőrcsöt kapnak. Olyan országokban is, ahol magyar lakta területek vannak. Nem hát igen, Szlovákia. Szlovákiára gondolok, ahol röhögőrcsöt kapnak. Tehát, hogy folytassam, és válaszoljak a lényeges kérdésekre. Tehát először meg kell nézni azt, hogy hogy áll a kassa. Másodszor azt gondolom, hogy azokat a feltételeket, hogy minden európai ország teljesít, hiszen egy közösségnek vagyunk tagja. Várjál, Gyuri, hát a kassa az üres. De innen nem szeretném ezt mondani, mert nem tudjuk. Az ellopott pénzből egy nagy részét majd visszarakják, mert nincs más választásuk, ha látják, hogy minden kötél szakad. De induljunk abba, hogy valami van. Hát persze, hogy nincsen. Ha látjuk az adózáson meg egyébben, hogy amit még lehet, most beszednek meg, különben összeomlik a büdzsé, a költségvetés, minden. Tehát, hogy menjünk tovább, mert a lényeges dolgokat szeretném ebbe kérdésbe tisztázni. Az Európai Unióval van egy csomó olyan pont, ahol pillanatok alatt ki lehet egyezni, meg lehet egyezni. Nem ördögtől való, amit ők mondanak. Az egy tisztességes jogállamban ezeket a dolgokat teljesíteni kell. Be kell lépni az Európai Ügyészségbe, az majd végzi a saját maga dolgát. Az európai pénzek ellopását gondolom én, hogy ők tudják, de abban a pillanatban hivatalosan is ezt valószínű, hogy el fogják indítani. És arra számítanék én, és abban bízok, hogy úgy érzem, hogy nem fogunk pénzt kapni az Európai Uniótól, iszonyatos nagy mennyiségű pénzünk bent ragad, és ennek a pénznek a tisztességes lehívása és felhasználása az egy nagyon fontos dolog. Meg kell nézni azt, hogy mi az, ami működőképes, mi az, ami még működőképes maradt, és mi az, ami még egyáltalán hadrafogható. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság, ami a kisgazdapádnak szívügye, abban rengeteg lehetőség rejlik. Minőség árut tudunk termelni, tudunk feldolgozó iparba is megfelelő áru mennyiséget termelni, hiszen azt mondták a régi szakemberek is, hogy 10 millió élünk ebben az országban, és a másik 10 milliónak is elő tudjuk állítani az élelmiszerét. Meg kell nézni, hogy tudunk olcsóbban a piacra jutni, és piacra vinni árut, mert jelen pillanatban a külföldi áruk, bemész bármelyik boltba, olcsóbbak, mint nálunk, ha bár azt mondja Orbán Viktor, hogy dübörög az ország, nem dübörög az ország, hiszen rengeteg ismerősöm van, aki Németországba jár vásárolni, és itt még kedvezőben el tudja adni, mint az itteni boltokba, tehát akkor tulajdonképpen ez egy hazugság. Tehát az a lényege a dolognak, hogy termőtájanként megvan az, hogy milyen mezőgazdasági terményeket tudunk jó minőségben előállítani, ennek a feldolgozása, és meg kell nézni, hogy tudjuk olcsóbbá tenni. Egy a lényeg, akkor lehet eladni a minőségi árunkat, ha megfelelő árral jelentkezünk a piacon. Én azt gondolom, ez nem egy nehéz dolog, bele kell ebbe állni. Azon kívül van rengeteg dolog, amit segíteni kell. Nagyon fontos az oktatás, mert lebutították ezt az országot, és a magyar szürke állomány az valamikor csodálatos volt. Ezek a fiatalok mindenre képesek. Ezeket nem kell lebecsülni, ezeket támogatni kell, és segíteni azon, hogy újra a régi fényében ragyogjon és működjön az oktatás. Azon kívül nagyon, nagyon mély ponton van az orvoslás, a kórházak működése, és egyébként hiszen mindenki tudja, hogy iszonyatos eladódottság van a kórházaknál, nem tudják kifizetni a beszállítókat. Tehát ezeket a dolgokat helyre kell rakni, föl kell emelni újra magyar embereknek a fejét, és az lesz a legnehezebb, hogy elhitetni velük, hogy van egy lehetőség, egy rendszerváltás, és elképzelhető, hogy tisztességes emberek kerülnek oda, és talán tisztességesen vezetik ezt az országot. Én bízom ebbe, nagyon-nagyon nagy munka, nagyon sokat kell ezért tenni, tehát azért vagyunk mindannyian, hogy beszélgessünk, a véleményüket ki kell kérni, okos emberek, a magyar emberek, nagyon jó véleményük van, ezért olyan vezetés kell, aki meghallgatja, és azt sűríti össze, és azt tulajdonképpen megoldhatja. A lelket tartsam a kisgazda vezetőkbe. Ma reggel olvastam egy kitűnő cikket, a Piac és Profit, akikkel mi együttműködünk újságban, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy a kisgazda szellem újraéledezik.
Egyre több fekete vágás van, idézőjelbe téve, falun. Mi Balatonföldváron egy parasztembertől vesszük a tojást. Tehát nem a boltba vesszük, mert ez a tojás, ez sárga, ezt ilyen kapirgáló csirkék tolják, akik kukoricát meg a fene tudja milyen jó dolgokat esznek. Egyre több kertben látom, hogy elkezdtek paradicsomot, paprikát, mindenféle dolgot termelni, tehát nem halt meg ez az öngondoskodó szellem, ami a kisgazdaságra, a kisgazdákra a legjellemzőbb, hanem mostan éppen így akarunk túlélni. Ez tökéletes, mert én is kijárok a piacra, és gyönyörű termékeket látok ott, amit magyar emberek a falvakon termelnek meg és behozzák. Egyáltalán egy nagyon nagy gond van, amiatt nem tud úgy működni, mint a jelenek működni, nincs meg a vásárló erő. Az embereknek a pénze az kevés, az árak felmentek, és azt nézi, hogy mi az olcsóbb, mi az, amit meg tud venni. Valóban csodálatos kimenni Baján például egy piacra. Amit csak az ember el tud képzelni, az ott van. És ez a magyar emberek terméke, és ez a magyar emberek, így van, így van. Azon kívül nagyon keményen bele kell abba állni, hogy a multik, akik itt vannak, akit én nem szidok, tehát abszolút nem szidok, de azokkal is olyan, azokat is olyan helyzetbe kell hozni, hogy tisztességes áron vegyék meg a magyar terméket, és a magyar termékek kerüljenek először is a piacra, mert ha ez a folyamat nem indul el, akkor ugyanúgy járunk, mint az elmúlt 30 évben. De van erre, de ilyen adózás, ami jelen pillanatban van, ennyire agyonvágni a termelést, ennyire kiszolgáltatott helyzetbe hozni a parasztembereket, nem periódik állam, hanem a tisztességes parasztembereket. Ez tragédia, és ezeket a dolgokat azonnal meg kell szüntetni. Nagyon nagy munka, de csak az vállalja a mi csapatunkba, a politikai pályán a lehetőséget, aki tisztességes, aki nem azon gondolkodik első pillanatban, hogy tömi meg a zsebét, mert sajnos jelen pillanatban a vidéken élő emberek egyetlen egy dolgot tudnak, mondanak, hogy azért megy valaki politikusnak, hogy megtömje a zsebét, hogy gazdagodjon és elvegyen mindent. Ez fordítva körül. Őket kell gazdaggá tenni, mert ha ők gazdagok, akkor az ország is jól fog élni, és akkor egy virágzó gazdaság. Ebben reménykedem, 76 évesen itt ülök, és bízom benne, és azt gondolom, és el is hiszem, hogy ez rövidesen. Tele vagy energiával, nem kell itt a 76 évet emlegetni. Valók Károly elnök úr. Először is azt mondanám, hogy adja Isten, hogy így legyen. De abszolút egyetértek, de azért itt vannak alapvetően borzasztó fontos dolgok. Többek között a víz, ami 10 éven belül olyan stratégiai termék lesz, ami szerintem ilyen, most is az. Így van, de egyre égetőbb nincs és egyre benne fontosabb. A közgondolkodásunkban. Így van. Viszont van egy óriási probléma, hogy ezeket az akkumulátorgyárakat, amiket most idehoz ez az Orbán rendszer, ezeket az akkumulátorgyárakat arra kvarcvíz készletre hozzák ide, ami egyébként nagyon magas lítium tartalmúak ezek a vizek, és gyakorlatilag azt a vízbázist fogjuk elégetni. Magas lítium tartalmak, vagy azok lesznek? Nem, ezek most magas lítium tartalmúak. Én mondok egy példát, Komáromban működik egy akkumulátorgyár körülbelül 1 éve. A Dunától 200 méterre van. A technológiához a Dunából szivattyúzzák a vizet és azt tisztítják, és most építi ki Mészáros Lőrinc a tatabányai kvarcvizet viszik Komáromba, a komáromi akkumulátorgyárba. Tehát ez értelmezhetetlen, megmagyarázhatatlan, ennek egy célja lehet, és egy magyarázata a lítium, semmi más. Tehát igazából azt a vízbázist, amivel most rendelkezünk, azt elkotyavetyéljük, azt gyakorlatilag ingyen odaadjuk. Én azt értem egyébként, hogy abban a szisztematikus rablásban, ami 89 óta gyakorlatilag a nemzeti vagyon elrablását jelentette, nem maradt más.
de azért erre vigyáznunk kellene. Tehát a jövőnket is, és most már ott tartunk, hogy a jövőnket lopja el az a rendszer. No, az én kérdésem pedig az pártelnökként hozzád, hogy hogy látod, hogy a magyar politika szereplői, az ellenzéki pártok részei a NER-nek, vagy önálló független létező politikai entitások, akik önálló akarattal, önálló döntési joggal, és hát ehhez feltétlenül szükséges szellemi képességekkel, kvalitásokkal megáldottak A szellemi képességekkel én nem látok olyan nagy problémát egyébként. Hát én látok. Oké. Hozzám képest akkor így mondom. Tehát én úgy gondolom egyébként, hogy az, hogy emberek élnek lehetőségekkel, néha visszaélnek, sőt inkább visszaélnek lehetőségekkel, az szégyen teljes. De azért az ellenzéki lét ma Magyarországon, nekem meggyőződésem, hogy a parlamentben egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány valódi ellenzéki képviselő van. Egyről tudunk, az Hatházi Ákos, aki szisztematikusan próbálja feltárni azokat a szörnyű dolgokat, amivel egyébként senki nem foglalkozik. Tehát én úgy gondolom, hogy már eljutottunk oda, hogy visszaálltunk a klasszikus egypártrendszerbe, csak több pártrendszernek próbáljuk elbábozni. Hiszen mindaddig, amíg a Fidesz fizetési listán vannak ezek a pártok, más nem mondjak a párttámogatás miatt, addig képviselő javadalmazás miatt. Így van, de addig ellenzékiként értelmezhetetlenek. Tehát hogyha az egzisztencián függ attól, hogy én mennyire vagyok rendszerkritikus, hogy mennyire vagyok hajlandó őszinte lenni, hogy mennyire vagyok hajlandó az engem megválasztottakat érdekeit képviselni a parlamentben, hát ez egy döntés. Én úgy gondolom, hogy voltak a magyar parlamentben az elmúlt 33 évben valódi képviselők, olyan képviselők, akik valóban az őket megválasztók érdekei próbálták megvédeni ezeket a képviselőket, meg ezeket a pártokat, ezeket szisztematikusan kinyírták, és szisztematikusan eltüntették a közéletből. Ennek véget kell vetni. Mindjárt, csak én is kérdeznék valamit, hogy a kisgazdapárt eredeti programjába szerepelte az, hogy a terület alapú földtámogatás eredményeképpen néhány multimilliárdos kezébe van a magyar földvagyon jelentős része. Akkoriban úgy tudom, még közösen hoztunk egy olyan törvényt, hogy 300 hektárnál több nem lehet egy magánszemély birtokába. Hát ehhez képest Csányi Sándortól kezdve Mészáros Lőrincen keresztül, és még sorolhatnám, mondjuk 10-15 ilyen ember van, akik több tízezer hektár fölött rendelkeznek, és veszik föl a körülbelül 70-80 ezer forintos hektáronkénti uniós támogatást minden évben. Így gondoltátok? Ezt akartátok? Nem így gondoltuk, nem is ezt akartuk. Valóban 300 hektárnál húztuk meg a vonat, már néha sokaltuk még azt is, de jó, belementünk egy közös... Hát Gabonaféléknél az egy olyan terület, van, ahol ez pontosan ezzel lehet indokolni, gazdaságos. De én azt gondolom, hogy valóban nagyon nagy földterületek vannak, ami még mindig állami tulajdon, csak bizonyos bérletés egyéb jogviszonyokat találtak meg, semmi gond, vigyázzanak rá, nagyon vigyázzanak rá, mert ezek vissza fognak kerülni, és olyan emberek kezébe fog kerülni, aki valóban ebből szeretne megélni. Tehát a paraszt emberek, a vidéki magyar emberek ismét nem földtulajdonosok lettek, nem, hanem alkalmazottak, bérmunkások. Napszámos lett a saját földjén. Így van, bérmunkások. Csak gondoljunk bele, hogy ott Fajsz környékén is vannak ilyen időszakos munkák, éppen néztem, ahol kiárnak mondjuk másfél-két hónapon keresztül napszámba az emberek, valamennyi béri, amit kapnak, és egyszerűen a következő 8-10 hónapban semmiféle jövedelmük nincs. Épp ezért ezeket a területeket
ezeket felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy ki az, aki jogtalanul birtokolja, aki fölveszi az Európai Unióból, mert a földalapú támogatás az onnan érkezik, azt meg is kaptuk, azt ki is fizette az Európai Unió, és ezekben a földekre mondtam én az elején már egyszer, hogy ezekben bizonyos termék, az a vidék, aminek ugye a termőtájak, ott ki kell alakítani a termőtájakat, feldolgozó üzemet, feldolgozóipart, és az embereknek tisztességes munkáját és munkabért kell fizetni. De normális dolog az, hogy mi spanyol paradicsomot, meg spanyol uborkát, meg argentin paprikát, amit a tengeren túlról kell behozni. Na de a kérdést akkor én teszem föl, hát miért tudja olcsóban behozni ide, mint az itt megtermeltet? Mert sújtja minden itt a termelőt. Hát valószínűleg azért, mert komoly támogatást kap a saját hazájába, és nincsenek komoly adóállások. Hát de erre utaltam, erről beszéltem, hogy mert azt kérdeztem tőlem, hogy egy újonnan alakuló kormánynak meg kell nézni, hogy hogy lehet lecsontozni azt, amit el akarunk venni a termelőtől, és azon kell változtatni, olcsóbbá teszem a termelést, és ragaszkodni fogok ahhoz, ezt gondolom én, ez megoldható, hogy normális nyereség mellett tisztességes áron kínáljuk az árunkat, és akkor kialakul a fogyasztói társadalom, meg tudja venni az, aki ezt szeretné. Természetes rengeteg összetevője van, a nyugdíjaknak a rendezését is ki kell alakítani, mert az, ami most van, ez egy katasztrófa. És ha van egy fogyasztói társadalom, meg plusz még ugyanannyi mennyiséget, amit mondtam, tudunk termelni, akkor Európa többi országába mi tudunk szállítani, és nem Argentína fog ide, meg spanyol, meg egyéb szállítani. Ezt meg lehet oldani, nem kell lerabolni az embereket, nem kell tönkretenni, de aki jár vidéken és falvakba, síralmas a helyzet, lassan egy szelet kenyér jut egy családnak fejenként, hogy aznap egyen valamit, és ez nem demagóg duma, ez a magyar valóság. Tehát ezen változtatni kell, változtatni tudunk, és a kisgazdapár csak olyan partnerre hajlandó együtt dolgozni, aki elfogadja azt, hogy első a magyar nép, első az emberek, és ehhez meg kell teremteni a megfelelő termelési struktúrát. Ez adott, ezt tudjuk, szakemberek vannak hozzá, csak azokat, akik lelopták az országot, azokat félre kell állítani. Én soha nem mondom azt, hogy kit szeretnék börtönbe csukni ez miatt, hogy idáig jutott az ország. Ki az, akit felelősségre van, mert arra is megvan a megfelelő szervezet, aki ezt megoldja. Én azért mondtam az Európai Ügyészséget, az európai pénzek ellopását vizsgálja ő, hazait vizsgálja a hazai tisztes, mert remélem, hogy lesznek tisztességes bírák, ügyészek, ügyvédek, és ezt a kérdést meg fogják tudni azok oldani. Vannak most. Elszámoltatásra meg kell oldani. Elnök úr, miután időnk lassan lejár, befejező kérdés hozzád, aztán majd még hozzád azért, bocsánat, az előző kérdésedhez azért szeretnék egy konkrétumot mondani. Tehát az, hogy a zöldség gyümölcsöt is 27% áfa tereli, és az, hogy ezekből az országokból, amiket behoznak, azért arról senki nem beszél, hogy ezek a multik tele vannak áfacsal termékekkel. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon vagy nem fizetnek áfát, vagy alulszámlázva fizetik az áfát, és ez egy olyan előny, amivel a magyar gazdák nem tudnak versenyezni. Ezzel szisztematikusan ki vannak zárva, a saját piacokról, a nemzetközi piacokról meg ne is beszéljünk. Tehát ez lényeges. Hát ezeket rendbe kell tenni. Abszolút. No, az én utolsó kérdésem hozzád elnökként az lenne, hogy áll a kisgazdapárt az euró, mint fizetőeszköz forint helyetti bevezetéséhez. Szorgalmazza, akarja, vagy pedig maradjunk a nemzeti fizetőeszköznél? Hát először is én ennek a pártnak, ennek az ügynek a szolgájának tekintem magam. Tehát ez az elnöki megszólítás, ezt én nem nagyon szeretem. Az, hogy ha semmi más nem nézünk, csak azt, hogy mi okozza például a Nemzeti Bankos hiányokat,
és valamikor... Most éppen 500 milliárd forint hiányt. Hát most igen, de az már lassan 2000 milliárd lesz, tehát azért halmozódik. És érdekes módon, amikor elkezdtek játszani a forint árfolyammal, akkor meg keletkezett egy irtózatos nyereség. Tehát Matolcsi fia abból a pénzből vásárolja Nyugat-Európában, Amerikában az ingatlanokat, alapító. Amit nincs ilyen, atya, nincs ilyen, hogy alapítványi pénz. Az a pénz, az a magyar nemzetnek a pénze. Hát igen, de a Kósa Lajos nevű okos ember mondta, igen, hogy ezen az úton elveszíti közpénz jellegét a közpénz. Kár, hogy megbocsáss, de én már nagyon régóta letettem arról, hogy megpróbáljam megérteni ezt a nagyon jól teszed. Mert ha arra törekednék, hogy megértsem, előbb-utóbb el kéne fogadnom azt, amit csinálnak. Ez, amit csinál jelen pillanatban ez a kormány és ez a NER, ez politikaként nem lehet értelmezni kizárólag köztörvényes bűncselekményekként, és a NER-t magát pedig bűnszervezetként lehet csak értelmezni. Úgy viszont kristálytiszta és professzionálisan végzik a dolgukat. No, köszönöm szépen, és köszönöm. Akkor hozzá György, Atyánszky György az utolsó kérdés. Hát az előbb azt mondtad, hogy megvannak a megfelelő szervek, hogy majd az igazságszolgáltatás érvényre jusson. Na de hát hol? Hát éppen Palotás János a hétvégén publikált egy igen komoly cikket, hogy a magyar bíróságok agyon vannak szekírozva politikailag, tehát nem függetlenek. Hogy tudunk ebből kimászni? Hát pontosan erről szól a történet. A politikának ki kell szállni az igazságszolgáltatás irányításával. De addig, amíg a politika beleszól, napra készen megmondja, hogy milyen ítéletet hozhat, addig ezek az emberek ettől a kormánytól függnek, én szerintem félnek is, mert ragaszkodnak ahhoz, amit eddig is csináltak. Tehát biztosítani kell az igazságszolgáltatást arról, hogy a politika nem szól bele, de viszont meg kell követelni a tisztességes bíráskodást. Tehát én azt gondolom, ezek az emberek alkalmasak arra, hogy egy jogállamba hozzanak olyan döntést, amit mindannyian elfogadunk, de mindaddig, amíg a politika vezérli őket, addig ne számítsunk tisztességes. Nem tudom megtenni, hogy ne tegyen fel azt a pótkérdést, hogy na de mi van azokkal a bírókkal, akik kiszolgálták ezt a rendszert? Utána hirtelen megváltoznak, a rendszerváltás jön, és akkor tisztességesek lesznek, és politikailag függetlenek? Hát igen, de én azt gondolom, hogy... Ez egy kemény kérdés. Ugyanez volt a rendszerváltás idején. Változtatni nem szeretnék, de biztos, hogy van közöttük olyan, aki tisztességes szeretett volna lenni, de az elmúlt években azzá vált, ami... És talán... lehet, hogy saját maga is kínlódik önmagával. Hát kínlódik, de én ismerek nagyon tisztességes bírót, aki lemondott. Igen. Aki lemondott, és ott hagyta ezt a pályát. Én ezt szerettem többek között volna... Szepesházi Péter is. Tulajdonképpen ide szerettem volna jutni, hogy azok az emberek, akik érzik majd, hogy óriási hibákat vétettek, gondolom, azok kiszállnak, viszont nagyon sok új fiatal, tisztességes, jogászvégzettségű ember van, ezekben én bízok, akik majd egy jó irányba viszik ezt az ügyet. Meg talán majd lesz egy olyan bírói testület, van egyébként ilyen, amelyik rendet tesz maga között, és a nem oda valókat. Ők fogják, nem a közvélemény. Öntisztulás is meg fog történni, ebben reménykedem. No, hát én szerintem, időnk... bocsánatot kérek, én szerintem pontosan erről szól a jogállamiság visszaállítása, ugyanis azok a bírók, akik köztörvényes bűncselekményeket követnek el folyamatosan, ezeket a bírókat abban az esetben, hogyha egy független igazságszolgáltatási rendszer működik, akkor az önmagában képes megtisztítani. Egyébként 1871-ben létezett már egy olyan törvény, ami a bírók jogállásáról, kötelezettségeiről és felelősségéről szólt, és én úgy gondolom azt a törvényt, azt nem el kellett volna törölni, hanem hatályban kellett volna tartani, és akkor meggondolná minden bíró, hogy azokat az ítéleteket, amiket neki írásban átadnak,
azokat felolvassák saját ítéletként. Hát, köszönöm. Hogy pozitív elnézést. Dologgal, nem, abszolút jó befejezés, de hogy pozitív dologgal fejezzük be, hát van az Országos Bírói Tanács, aminek most lett egy olyan új elnöke, aki egy roppant tisztességes ember, és keményen kiáll a bírói függetlenség mellett. No, hát időnk lejárt, nagyon köszönöm, hogy Atyánszky György és Balogh Károly, Atyánszky képviselő úr, Balogh Károly elnök úr, most még az ABC-t is sikerült betartanom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok értékes gondolatétokat, és hát sok sikert, és fogékonyságot a magyar nép részéről, mert ránk fér. Köszönjük. Én pedig köszönöm a kedves hallgatóknak a kitartó figyelmet, minden jót, viszont hallásra.